Hello, ez itt már a kettő. Hello, mehet a kettő. Én a Nessai vagyok, ez meg a Five Nights at Freddy's 2. Ha nem érted, miért így kezdődött a vod, akkor nem nézted meg az egyet. Mennyi vissza, nézd meg az egynek a végét. Na, mehet a kettő. Így van, már megy. Most köszöntek anyukátoknak, apukátoknak, testvéreteknek, kollégátoknak, és akkor megy. Azt mondja... Várjál, még itt meg kell találjam a... Várjál, mert itt valami tütüke van az elején, itt nekem már tütüzik. Várjál, mert itt nekem már itt tütüzik. Mi ez? Hát itt már ilyen intro tütű volt. Ez volt a része a sztorinak, hogy itt ilyen tadzsikisztáni hurutos torokhörgést kell hallgatni? Ez volt az intro? Ez már nehezebb lesz. Aha. De várjál már máshogy néz ki a nyuszi. Hát most ilyen kékebb lett a nyuszi. Mi? Kiesett az Újpest? Vagy mi történt? Ott ma kékebb lett a nyuszi. Az hol van a Foxy? Ja, ez már új étterem. Mi ez, egy franchise? Olyan, mint a McDonald's? Csak ez már izé, Freddy's? Mondjuk, hát igen, erről szól a játék, hogy Freddy's. Na mindegy, ez a fejemben jobban hangzott, de hát erről szól a játék, hogy franchise. Na mindegy, igen. Jó, hát new game. Help want, grand reopening. Ja, most újra nyitják a vintage pizzériát. Freddy Fazbear pizzériája. Azt mondja, 100,5 dollár hetente. Ennyi? Hát se be se olajoztatok. Ha valami sikosító mielőtt elkezdődik, tutoriál. Jaj, bazd meg. Ezzel játszottam VR-ba? Hol a telefon? Hello? Hello and welcome to your new summer job at the new and improved Freddy Fazbear's Pizza. I'm here to talk you through some of the things you can expect to see during your first week here and to help you get started down this new and exciting career path. Új karrier, hát nem új, de várjál, hát itt ilyen izé van, ilyen... About the old locations, you know. Some people still have a somewhat negative impression of the company. Jaj, ne, ez a maszkos, ez volt VR-ba is valami ma... But I want to reassure you, Fazbear Entertainment is committed to family fun and above all, safety. They've spent a small fortune on these new animatronics. Facial recognition, advanced mobility. They even let them walk around during the day. Isn't that neat? Egyre okosabbak az animatronok, azt mondja a bácsi. Hát de jó fej vagy. Criminal database, so they can detect a predator a mile away. Heck, we should be paying them to guard you. Now that being said, no new system is without its kinks. You're only the second guard to work at that location. The first guy finished his week, but complained about conditions. Azt mondja, az előttem itt dolgozó fölmondott. Hey, lucky you, right? Mainly he expressed concern that certain characters seem to move around at night and even attempted to get into his office. Now, from what we know, that should be impossible. That restaurant should be the safest place on Earth. So while our engineers don't really have an explanation for this, the working theory azt mondja, ez a legbiztonságosabb hely a világon, ez hülye. So when it gets quiet, they think they're in the wrong room. So then they go try to find where the people are, and in this jó, case, van, fogd már be a pofádat, hát már ki vagyok teljesen. So our temporary solution is this. There's a music box over by the fire counter, and it's rigged to be wound up remotely. Music box, so azt mondja. Every once in a while, switch over to the prize counter video feed and wind it up for a few seconds. It doesn't seem to affect all of the animatronics, but it does affect one of them. Az egyikre hat. Nem tudok egyszerre oda is figyelni, amit mond, mert félek, hogy meghalok. You see, there may be a minor glitch in the system. Something about the robot saying he was an endoskeleton without his costume on and wanting to stuff you into the suit. So hey, we've tudok világítani. Freddy Fazbear head. Problem solved. You can put it on any time. Hú, de ronda vagy, nyuszi, bazme! Jajjaj! We'll wander back out. Something else worth mentioning
is kind of the quirky modern design of the building. You may have noticed there are no De ez most a Bonnie, close, vagy ez milyen Bonnie? Ez a kék MTK-s Bonnie? And even though your flashlight can run out of power, nem tudom, milyen music boxot magyaráztok, próbálok figyelni a fiatal emberre. Toy Bonnie azt mondja. De ott villogó van, mi villogsz? Wind up music box. Majd méke, az elaltatom? Hogy a tűrűdűdű. De a 11-es kamerán van csak a music box. És akkor mi az meg? Az összeset elaltassa? Vagy hogy működik ez? Hó vagy nyuszi. Várjál, hát ott a fogatlan csirke is van. Az mely fogatlan... Izé, hogy hívták a csirkét, Johnny? Hát de ocsortány vagy. Toj csika. Ha hagyjál már, én izé vagyok! Izé, maci vagyok! Maci vagyok! Menjél innen, maci vagyok! Maci, brum brum! Brumbi, brumi brum! Brum brum! Nem, én maci vagyok, brumi! Brumi brum! Brumika! Szeretem a málnát, még mindig az vagyok. De maci vagyok, menjél már innen, ha nem megy el a Johnny Chicken. De már ott van a izé, a Freddy Béni is ott van. Hát itt meg tü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Izé vagyok, maci vagyok. Medve. Brú-brú-brú, du-du-du-du. Én vagyok. Hagyjám, de hagyjatok már, izé vagyok. Jézus fasz! Na, kezdjük előről ennek a játéknak a megértését, mert egyszer a csettel egy telefonáló idiótával és a saját magam vérmérsékletével egy csöppet túlnőtt az értelmi képességeimen. Tehát... Van egy zenedoboz. A 11-es szobába. Az ölt meg. Mert itt valami papet volt. Papet... Peti, vagy hogy hív? Papet. Valami papetet írtató. Ez volt a papet? Azt mondja, benne van a papet, az kiszabadul. De nem járt le a zenéje, hát még volt a tűdüdű. Hát még ment, hogy tűdüdüdüdüdü. Hát még nem járt le teljesen. Vagy lejárt teljesen, de hát ment, hogy tűdüdü. Nem, ő Mengöl volt. Ha lejár a box, bejön a papet. Aha. Ott volt a felkiáltójel. Igen, azt láttam, csak a maszkot rakosgattam fel. Na jó. Akkor fel kell húzni a zenedobozt, hogy ott maradjon a papet. Jó. Akkor ezen kívül van fény. A fény az mire jó a fény? Hogy lássam, hogyha már bejöttek? És akkor kell fölrakni a maszkot? Csak akkor kell, ha közelebb vannak. Ha ott állnak, nem kell a maszk. Foxy ellen jó a maszk. És akkor mit csináljak azzal, amelyik ott van az arcom előtt? Ott volt a Freddy, meg a izé, a Toy Chica. Foxy ellen nem jó a maszk. Ja, Foxyra kell rávilágítani. Aha. A zseblámpával? Jó. Foxy ellen jó a lámpa, a többi ellen a maszk, a pupetet meg kell zenélni. Hú, bazeg. De akkor még ott a folyosón közelebb jönnek? Hát mi vagyok én, 60 wattos neon? Jó. És akkor, ha a szellőzőbe jönnek oldalt, akkor, akkor is maszkot kell csinálni? Hát édes Istenem. Anyám.
Maszkolni. Jó van. Ilyet bazd meg. Ja, a continue-ra kellett volna menjek. Jó van. Nem kell tűrüdű. Mindent tudok. Na figyelj ide, FNAF 2. Azt mondja, él Pupet. Pupet Petya. Jó, csingilingi. Nagyon jó. Ott villó, jön, na most bemutatom. Így, jön a Foxy. Így, így megküldöm a Foxyt, ugye? Így megpötyögtetem a Foxyt. Addig kell pötyögtetni a Foxyt, amíg el nem takarodik? Hát nagyon sok pötyög, vagy sokáig, így ba. Nagyon jó, igen. Nagyon jó. A folyosón csak Freddy meg a Toy Freddy fog közelebb jönni. A többiek a szellőzőből támadnak. Aha. Nagyon jó. Hát világos. És ha még mindig nem kapott a váról indítható rakétát a karakterem? De nem is jönnek. Ott pihíznek, nézd meg. A Toy Bonnie, a Toy Chica, Toy Freddy. Mangel meg felülről támad. Mi az a Mangel? Milyen Mangel? Most már Mangel is van, most már Pupet lett, meg Mangel, meg izé, Toycsi, meg izé, tip-tip-csi-top-csi. Hát hanyan vagytok? Az a lány Foxy, most már be is csajozott. Hát itt sírva fakadok már, honnan jött ennyi hülyeség az eszetekbe? Hol van az energia? Nincs energy? Ez miről megy? Hajtós pocokról tekerik a generátort? Vagy csak a flashlight van? Hát az nem írja a százalékot a flashlight. Hát honnan tudjam, hogy hol járok? Na várjál, mert ja ne, ott a madár. De már főhúsz, ja még tart a tutoriál. Hát akkor még izé van. Húzogassad a végét. Itt is lehet izélni? Szóltam a Freddynek, hogy megjöttem. Kövig be lehet nyelni. Mármint... bocsánat. Nem lehet kikapcsolni a ventilátort, mert akkor megérzitek az ocsortányos hónajszagomat. Az fontos, hogy... maradjon. Hát már hajnal kettő van, hát gyerekek, hát íz... Jajjajjaj. A papet ellen tekerjed föl a papettát? Jajjaj. Mi az, hogy tizen vannak? Te vagy már egy tizen vannak. A balombolyt ne világíts meg, ha bejön. Milyen balombolyt? Hát most már Mangel, meg balomboly, meg izé lány Foxy, meg a... Basz, hát hanyan vagytok már? Hát tekerjed azt a muzikálisat. Léggömb. De most akkor a szellőző lámpát, az csutkára nyomhatom, az nem fogyaszt semmit? Shadow Bonnie, azt mondja valamelyik a cseten, Shadow Bonnie. Hát mindjárt megverem egy kalapáccsal, Shadow Bonnie, azt mondja. Hát nem veszek az életbe több plüssjátékot a gyereknek, az meg Shadow Bonnie, azt mondja. Ezt fogom nyomkodni, hogy nyugtassam magamon. Most majdnem lejárt, azt nem villogott a felkiáltójel. Hát már jön értem a Mangel papet. Jaj, de hát elindultak. Jaj, bazd meg. Várjál már, Várjál, hova lettek a barátok? Várjál, mert eltűntek a nyulambulam. Ott a Toycsi. Ott meg, nézd, meg gitározik. Hát a pisztolyoktól, meg a rózsáktól kérném a... Ott volt a Mangel, azt mondja. Hát hagyjám, milyen Mangel? De most jön a Mangel? Vagy mi az, hogy Mangel? Hát össze-vissza zavartok már itt, hogy Mangel, meg...
Nem működik a... Nem működött a lámpa! Ezt nem mondtátok, hogy ilyen van! Miért nem működött a lámpa? De most akkor azt mondtátok még, amíg itt áll a Freddy, nem kell izé. Golden Freddy Man, te vagy a Golden Freddy. Most akkor bánt vagy nem bánt? Amikor nem tudsz világítani, akkor mozognak. De hát hogy jött ide a Freddy ilyen gyorsan? Hallani fogod, ha bemennek. Jaj, bazd! Most... ott... most jó? És honnan tudom, mikor ment el? De várjál, mert lejár a izé, a mangel. Nem, nem, nem járt le, nem járt le. Ne, tökre nem járt le, ugye, hogy nem járt le? Most el, most ott várjál, most megjött a izé, a csibebogár. Menj, menjél innen el. De hogy ugrásznak ilyen gyorsan? Várjál, valamelyik bemászott a izébe, hallottam. Hát én is érzem, hogy bűzös van. Mikor fulladok meg? Hát de várjál, mert lejár a... Nem jár le, nem, nem. Jaj, de hát várjál, ott a nyuszi! Ne, nem, én barát! Ba, ne, barát! Ba, brum, brum! Brum, brumi! Elment? Ott... Ez az! Hát jött a nyuszi, mondtam, hogy brumi! Ott is van, köszönöm szépen! Jaj, már egyből, hát vá... Jaj, Isten... Na mondjad, akkor halló! Halló, hát takarítsál innen, jocikám! Hát fos ez már megint! Te vagy már egy nem problém! Nem, meghallgatja. They even started retrofitting them with some of the newer technology. But they were just so ugly, you know? And the smell. So the company decided to just go in a whole new direction and make them super kid friendly. Those older ones shouldn't be able to walk around. But if they do, the whole Freddy head trick should work on them too. So, whatever. Uh-huh, Freddy head. Did you ever see Foxy the Pirate? Oh wait, Foxy. Hol a Foxy, oh, yeah, a Pirate? Igen, hey, hol van Foxy? That one was always a bit twitchy. I'm not sure if the Freddy head trick will work on Foxy. If for some reason he activates during the night, and you see him standing at the far end of the hall, just flash your light at him from time to time. Those older models would always get disoriented with bright lights. It would cause a system restart or something. Come to think of it, you might want to try that on any room where something undesirable might be. It might hold him in place for a few seconds. Aha. That glitch might have carried over to the newer models, too. Most mondta, hogy one more thing. Villogni kell a Foxyra. I'll be honest, I never liked that puppet thing. It's always thinking, and it can go anywhere. Puppet. I don't think the frame mask will fool it, so just don't forget the music box. Amúgy egy dolgot nem értek, Chad. Mi értelme van akkor a kettőben a kameráknak? Jaj már, de miért van ilyen tüdű-tüdű végig?
Ja, hogy lassítja őket? Meg ez a játék. Pont annyit változtattak a kettőre, hogy ugyanúgy összeszarja magamat. Mi kell ezt velem? Hello, Freddy. Hello. Freddy Fazbear. Toj Freddy. Csak engem ne toljál meg. De most azt nem értettem amúgy, az előbb mondtátok, hogy közelebb jött még. Köszönt nekem valaki. Kislány, csókolom. A ballonos fiú volt? Ne takarodjon innen, a George Russell-t keresse meg. Jaj, valamelyik bemászott a kurva szellőzőbe. A szellőzőnél egyből föl kell venni a maszkot, ha ott van vagy... Na most fölvegyem a Freddy ellen, vagy ne? Most már... Most jól csináltam, vagy meghalok? Most ez a jó megoldás volt, vagy mindjárt megbassz a nyuszi? De most még ennél közelebb jön, de lejár a music box. De már megint a ballonos gyerek akar engem megszexelni testügyileg. De ha mennyire jön közel, már itt állt az ajtóba. Ott a Foxy, takarodj, hess! Rossz Foxy! Menjél innen, lejár a zeném, bazd meg, ott a Foxy, meg mindjárt ad nekem egy olyan anális beültetést. Jaj, hát most mozog a Foxy, ajjaj, elment a Foxos. Szó szerint előtted fog állni, akkor még ennél jönnek közelebb? Amúgy tök véletlen veszem föl a maszkot, és beszarok saját magamtól. Ott volt a csika. Bam, csika, wow, csika, én bocsánat. De akkor most meg kell várni, amíg bejön a csika? Vagy mi most jön? Hát meg kell csavarjam a csavarót. Jézusom, Foxy, te kurva! Jaj! Anyám. Bocsánat. Jó, menjen, haladj, menjen. A stream elvétve olyan kifejezéseket tartalmazhat, amelyek megzavarhatják egyes nézőink nyugalmát. Édes Istenem, a Puppet meg a Balomboly már ilyeneket mondanak, hogy Balomboly. Az Ballon d'Or, az az aranylabdát mondják így franciául, nem Balomboly. És a Balomboly az honnan jön? Azt meg azt írtátok, a Balombolyra nem szabad rávilágítani. Bal szellőző. De hát hogy tudjam, hogy a Balomboly jön, hogyha megvilágítás nélkül nem látom a szellőzőből? Ja, meg kell lássam a kamerán. Hogy jön a Balomboly, és akkor nem szabad semmit csináljak a Balombollyal. Ha beszarok. Nyugodtan rávilágíthatsz a ventre. Ja, hogy itt fog állni előttem, és akkor nem szabad rálámpázni a Balombollyra? Hát már megint mindenki mást mond.
És akkor neki is maszkolni kell. A gyerekek, ha már egyre több mindenre kell figyelni, hát nem vagyok én, mi vagyok-e, polip vagyok? Vagy mi vagyok én? Rám nézel, úgy nézek ki, mint egy polip? A ventbe lehet világítani, csak a kamerába, nem? Ott a tojcsika. De akkor tojcsi, még jó vagyok. Jaj, már megint jön a fiú. Jaj, és hát ez a közönségem. De itt most kap... Most jön a fiú. De most elment a nevetős fiú. Ott volt Mangel a kamerán. Te vagy már egy Mangel! Jaj, nem ezt akartam amúgy. Jaj, szia! Menjél, Foxy! Mennyit kell rávillogjak, hogy hazatakarodjon? Elment. Élám tőlem a Foxy. Jaj, ott van... Ja, de most kell a fiú ellen a kamera? Vagy nem kell a kamera? Ott volt a fiú. Láttam a fiút. Jaj, de csúnya vagy, bazd meg. De nem akarok rávilágítani, de hát Foxit néznem kell a folyosón. Nézd meg, ott már harácsolgat a Foxos. De még mindig ott néz rám a fiú. A honnan jött? Honnan jött a tojcsika? De hát a Foxy volt ott szemben, nem? Csika is volt a szellőzőbe, és nem vettem észre? De rávilágítottam, és nem vettem észre? Egybe voltak? Mi az, hogy egybe voltak? Akkor is vegyem föl a maszkot a ballonos fiúra, ha ott van a ventbe? De mi az, hogy együtt volt a balombolyjal? Hát hogy az a egy... Hogy férnek be együtt a szellőzőbe? Hát fogták-e mi ezek ilyen barátok, hogy fogják egymás kezét, azt megjönnek kombóba? Hát a banyját már! Hát hogy? Azt nekem hol vannak a barátaim? Hát csak itt baszogatnak, meg ripezgetnek a cseten. Jaj, szia Azmó, ne, de Azmó, mennyi öreg vagy már nehez Azmó itt, ne nézzed itt, jönnek ilyen izé, szőrös, kétlábon járó, ilyen üvöltöző állatok jönnek, ilyen mi kutyám, majom, meg minden van itt, ilyen Foxy, meg Bonnie, meg Shadow csika, meg Toy csika. Hát nem normális, komolyan mondom, az összes, amelyik ezt kitalálta. Nem tudok felnézni a plafonra, a jó ég cirógassa meg édesanyátoknak a hátsó derekát. Nem tudok fölfele nézni, ott megy az egerem. Látod azt a kis fehér baszomot? Az az egér, nem tudok fölfele nézni. Nézegessek főfele, hát látom a pókot meg a port a plafonon, mit nézzek ott?
Itt az, hogy egy zócsemegét nem lehetett behozni ebbe a játékba, hogy ott kiszórom, azt egye ott a izé tojcsika, meg a foxi csitoj, meg az összes ilyen. Azt meg a mantelt is irogatják, hogy ha kembe van a mangel, akkor világítsak. Hát azt se tudom, mi az a mangel. Azt itt irogatják, hogy világítsa a mangelre. Azt meg megint nevet valami gyerek. Valami nagyon ronda gyerek, az láttam az előbb is, hogy... A mangel jön a plafonról. Hát milyen mangel? Ott az a mangel! Most akkor vegyem föl! Az a mang... Az a Foxy-nak a barátnője az ott. De most mikor támad? Támadó pozícióban van már a mangel. De most meg nincsen itt a mangel. Várjál, mert lejár itt meg a izé, a papet. Az meg a papet doboz. Várjál, mert itt meg bemászott a... Izé, a Foxy mangel valamelyik bemászott, itt hallottam. Most akkor megnézem a kamerát. Jaj, ott a tojcsi! De most akkor már tegyem föl a maszkot, vagy még jöhet a tojcsi? Ott a Freddy is megjött. Várjál, mert nevet a kisgyerek is már unatkozik. Ott maszkot vegyél fel. Elment? Most megint nem tudok villanya. Ott a Freddy. Még jön közelebb. Azt mondtátok, hogy még a közelebb jön a maci. Főtekerem a papert. Jaj, bazd meg, nem akartam fővenni. Megint itt ventilátor szökevények vannak. Ugyanazt az estét játszom, de egyre nehezebb. Most közelebb jött a medve. Ja, Istenem. Nem néztem, mert ott volt a medve, azt egyből jött a Foxy rá a medvére. Hát 11-es, Giovanni Trapattoni, ezt tudnám mondani. Mangel, bazd meg. Mangel meg a papetet, itt mondjátok. De hát ugyanúgy a Foxy öl meg. Hát de itt ilyen gyorsan váltogatják a pozíciót? Hát jó, hát fiatal koromban így váltogattam még én is. Hogy egyik pillanatban mondtam a mamának, hogy mangel, aztán mondtam, hogy Foxy, és akkor persze, de hát... Manapság azért már nincsen itt izé mangel, Foxy, meg kupet, azt... Itt pillanatok alatt itt, hát... Na, mármint... Nyugodj. Mangel meg papet, azt itt ugrándoznak össze-vissza. Egy pillanatom nincsen levegőt venni. Plafon. Jaj, de tök véletlen veszem föl állandóan ezt a szart. Mangel a Merkel, meg izé Puppetto Prapattoni itt jönnek folyamatosan. Ki vagyok már idegileg? Ez az első játék sokkal jobb volt, mint ez. Nem volt ilyen lélegeztetőgép, meg izé, Puppet, Mangel, Shadow, Tojcsi. Ideg állapotba jöttem már teljesen ettől a játéktól, mert komolyan mondom, hogy az egy jobb volt. Van akinek ez a kedvenc része, hát akkor te is ilyen Puppetto Trapattoni vagy.
Azt még csak a második éjszakánál vagyok. Ha mi lesz később? Nem ott szorogját, Pupet. Ja, ott a Foxy, az a... Itt látom a Mangel. Mangel a plafonon, a Mangela. Azt mondjátok, azonnal lemászik, akkor van baj. Hallom, hogy itt lépkedezés van. Ott volt a Mangel, de elment a Mangel, most eltűnt megint a Mangel. Azt megint jön a lélegeztet. Fölveszem a maszkot, nem tudok, csak ott van. Menjél innen, Fox Fluxusko, menjél, hess! Takarodjál! Elment? Megijedtél? Jaj, már most megint a Pupet. Pupet elment. De várjál, már jön egyből a Mangel. Ott a me... Azt várjam, azt egyből maszkolni kell? Mit mond? Mit mond? Jaj, nem emlékszem, hogy volt a Mangel. Az már távolról jön a Mangel? Vagy szép a pozi? Most köszönt a fiú. Mennyi? Nézd meg és a barátnőjét egyből, hogy ide hívta. Várjál, mert Music Box. Várjál, de közben meg csörög a telefon, ott a Mangel jobbról jön. Elmentek, ott volt, jobb alul ott volt a Mangel, láttam, hogy ott van. Na már megint mozognak. Várjál, mert valaki megint a konyhába izé a porcelánpoharat összetörte. Na már megint itt jönni kell a izé a szellőző ventilátorból. Jaj, ott a Nyuszi, Nyusz a Toy Bonnie Hype. Nagyon jó, inas. Ott Freddy az jó vagy. Jó vagy még ott, Music Box. Várjál megint valaki a konyhába megint össze lett. Várjál, Mangel van. Ott volt jobb alul a Mangel. Jó, elment a Mangel. Freddy, húzzam el a büdös picsába, mert a Music Boxom is itt lejár. Ott Freddy, még... Ez a hang a Mangel. Hát nem tudom, annyi hang van, én nem tudom, mikor melyik a Mangel. Freddy, menjél már el, már innen már. Megint itt szellőzőbe megy a Mangel, vagy a Pupet. Jaj, ott várjál, Tojcsi. Tojcsi volt bal alulról. Elment a Tojcsi. Jaj, de hát hogy a Freddy be fog jönnie?
A várjál, Toichi az masz nem, mert lejár a music box. Várjál, a Toichi... Jaj, azt a... Istenbe már hagyjál még én zene. Toichi. Azaz. Szép a pozi, nyugi, AKG. Mi volt ez? Várjál, mert megint animáció van. Ó, baszki. Valaki nyomkodja a gumikacsát a kádba. It's me, Mario, azt írta ki. Három éjszaka nehezebb. Te vagy már egy nehezebb, Márt. Már hova nehezedik? Már Mangel? Kid friendly. To keep the toddlers entertained, you know. But kids these days just can't keep their hands to themselves. The staff literally had to put Foxy back together at the end of every shift. Eventually, they just stopped trying and left him as some kind of take apart, put back together attraction. Now he's just a mess of parts. I think the employees refer to him as just the mangle. Mangel. Okay, before I go, I wanted to ease your mind about any rumors you might have heard lately. You know how these local stories come and go and seldom mean anything. I can personally assure you that whatever is going on out there, however tragic it may be, has nothing to do with our establishment. It's just all rumor and speculation, people trying to make a buck, you know. Our guard during the day has reported nothing unusual, and he's on watch from opening till close. Okay, well anyway, hang in there and I'll talk with you tomorrow. Azt mondja, most már Mange... Azt mit csináljak azzal? Ott van, szét van szedve a medve! Ott bántották a medvét a gyerekek. Na már megint a foxos. Elizabeth! Jaj! Beszpónolt elő a ma... De azt hittem elment! Hát egyből fölraktam a maszkot. Egyből fölraktam, azt hittem elment. Túl korán vettem le? Vagy túl lassan raktam föl? Hát a csöves bánat, mackó. Nem, én fölraktam, csak levettem, mert azt hittem, hogy elment. Lassú voltam. Hát ennek csak az ellenkezőjét szoktam megkapni. Na várjatok, mindjárt jövök, egy pillanat türelmet kérnék. Addig mindenki írja le a kedvenc animat, na sietek. Thank you.
Vonaton nincsen fény. Na, elnézést, itt vagyok. Minden oké okay volt? Nem volt semmi? Na, jó van akkor. Minden rendben. A népszerű állásponttal ellentétben nem kakáltam be. De majdnem, nem, csak pisilni voltam, bocsánatot kívánok, elnézést, szólított a természet, de leellenőriztem, mert láttam, hogy aggódtatok, nem lettem vonalkódos, minden rendben van. Kevesen múlott, de minden rendben van. Hunter Cry, köszönöm szépen a csírt egyébként. Ninim, köszi a 13 hónapot. Wolfhart, Natndlol, köszönöm a donációt neked, és a feliratkozást, és a csírt. Lazarus, neked is köszi a támogatást. Nem játszol valami mással? Hülyének néznek a vonaton, hogy sikítozok. Dejaralis, köszönöm neked is. It's Louis. Vajta, köszi a feliratkozást. Fedenby, köszi a Prime-ot. Paglife az 57-et. Vincenz, SVB. Vasárnap Debrecen, si.hu, ott tala, nagyon helyes. Kristóf, köszi, Kéti a mai csírt is. Marci, köszönöm a donációt. Bogasov, üdvít köztünk, Blackbeard, köszönöm a subgiftet, üdv Benó, Riuza, Panda, Jóska gyerek, Ádám, köszi a gifteket, és még 1 millióról lemaradtam, az már lepörgött. Köszönöm szépen, srácok, mindenkinek. Köszi, köszi. Na, mehet! Menjen. Mibe haltam meg? Ja, bejön a robotmedve, és lassú voltam. Akkor, amikor jön a robotmedve, akkor nem kéne kamerázzak, hanem csak őt kéne nézzem, ugye? Hogy nehogy rám sprinteljen. Nyúl volt az, nem medve? Hát tök mindegy, 4 lába van, szőrös, bazd meg. Hát lehet felőlem sakál is, meg pandamackó is. A lényeg, hogy megöl. Dün-dün-dün-dün-dün. Jaj, Foxy, takad, húzza pi! Amúgy van rá matematikai művelet, hogy mennyit kell villogni Foxyra? Hogy elhúzzon a picsába? Ötöt kell rávilágítani. És ha ilyen Elden Ringes, Souls-like-os bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam öttel csinálom, az is jó. Amúgy az a kérdés a lore-ban, hogy ezek az animatronok, animatrik, animánia, ezek nappal is öldösnek embereket? Vagy nappal aranyosan? Várjál, mert megint valamelyik a seggembe akar jönni, megint Foxy. Ez a Foxyval mi nagyon jó barátok lettünk amúgy. Azt vettem észre. Így az évek alatt. Amúgy tudjátok, hogy miért ölnek a Five Nights at Freddy's-ben a robotállatok? Mert én elmondom nektek, ha szeretnétek, és nem tudjátok a lore-t.
Mert amúgy én tudom. Csak mondom. Bármit is olvastatok az interneten. Ez azért van, mert a takarító nénik meg a konyhás nénik szelleme szállta meg őket amúgy. Akik ébérért dolgoznak, bazd meg, az étterembe. Nyalják föl a tisztis picsa gyerekeknek a szülinapi tortáit, meg minden ilyen hülyeséget. Aztán ezért. Hát... Ilyen konyhás néni jellegű a vise... Várja, ott a Maci! Most be fog ide elém állni a Maci? De nem, most hátrafele ment a Maci. De most meg eltűnt a Maci. Hát most ez ilyen... Ez ilyen dinamaci? Ez ilyen dinamikusan tud mozogni a dinamaci? Vagy most itt fog állni előttem, vagy leveszem a kamerát. Dom-dom-dom. De ebben nincsen dom-dom-dom. Ebben miért nincs dom-dom-dom? Ha megfigyelitek, amúgy spanyolul is beszélnek az animatronok. Ma eszkárgó azt mondják, az spanyolul van, ezt kevesen tudják. Júj, de lejártál majdnem. Hát ennél gyorsabban, hogy már? Hát mi vagyok én, bazd meg, C-játékos? Hát ennél hogy rakjam föl gyorsabban? Hát fölraklak én gyorsabban, majd mindjárt a padlásra, bazd meg. Hogy egy rohadt medve nyúl. Hát hogy gyorsabban? Hát egyszer csak ott volt. Te vagy már egy skillisú Mr. Lót, Bót, Tót. Hát hogyan? Simán lehet gyorsabban. Hát te vagy egy gyors... Nem lehet gyorsabban. Amikor már idősebb és tapasztaltabb vagy, akkor nem úgy megy, hogy elkezded és 10 másodperc. Akkor már nincs ilyen kapkodás. Hát most itt ennél jobban hova kapkodjak? Azt már jön is valamelyik. Már megint ott van a medve jellegű, bazd meg, hát lejár a music box. Jaj, de megijedtem, mi volt ez? Köszönöm a szabokat, Rolika. És meg a Foxy meg ott beáll így integetni a háttérbe, mint valami vezérszurkoló. Hát a pofám leszakad. Tök mindegy, az most már medve lesz. És amit kamerán vagyok, az is beleszámít a reakcióba. Hát a fasz ki van ezzel amúgy, gyerekek. Hát de tiszta medve jellegű, hát nézd meg a fő, hát ilyen medve lett a Bonnie-ból. Hát én nem gondoltam volna, hogy itt így el kell lőni. De most azért skillbe vagyok. De csak akkor jön közelebb, mikor kamerázok? Hát akkor nem kamerázok, szíjjál-e, Maci? Vagy Bonnie? Kamerázási idő nem számít a reakció idővel. Nem lehet itt gombra rak... Na, most meg megint a rohadt életbe. Láttad? Láttad a speedet, öcsi? Jaj, Foxy, szia! Takarodjál, légy szíves!
Most már az e-sportolóba nyomom, nem mondjátok, hogy nem. Hello. Hello. A Puppet is jött. A Mangel, régen volt a Mangel. Vége lehetne, reggel van már? Szia Foxy! Taka van! Szia, szia kisfiú! Az már közelinek számít a Freddy? Az eddig nem így állt. Eddig nem így nézett ki. Mi az, hogy igen? Az anyám ott már, de itt már megint a music box. Vidert Freddy azt mondja, hogy... Szia, Foxy! Bajd meg! Akkor te büdös paraszt! Hát arról nem volt szó, hogy az izéből is van, a csikából is van ilyen beugrós! Hát eddig csak a medve nyúl volt! Hát most honnan került oda az izé? A csibe gyerek! Honnan? A szakadt kinézetűek leveszik rólam a maszkot, persze, mert viszik el leadni azt is az izébe. A használt ruhavásárba viszik egyből. Hány szó zsebélyteltem őket, azt újra jön. Hát mondom neki, a bamcsika, wow, wow, azt menjen innen már. Még kell ezt velem csinálni, te komolyan. Hát puska kellett volna ehhez a melóhoz. Tök ilyen, de bármikor ott teremhetnek egyből előttem. Ilyen semmi izé ráköszönés, meg izé kocintás. Gondol egyet, azt ott van. Már megijön valamelyik. Mely megszólal az izé a Darth Vader-es lélegeztetőgép. Szia, Foxy! Takarodjál már el, hány szó villogjak rád. Köszönöm szépen. Azt megint itt köszönget a kisfiú. Foxy, Foxy hang van, ez a Foxy hang, vagy ez minden hang? Foxy hang az. Te vagy már egy rip. Hi. Szia! Szia, hello! Hi! Jaj, Fox is az! Foxos az!
Ne ugorjál rám, mert... Na már ott van a izé is, a medve, nyúl. A leszabályozott verziójú medve nyúl. Megint a foxi hang van. Ne köszöngessé mi, háj, nincsenek barátaid, kisfiú! Jaj, ott volt a kisfiú, bazd meg! Szia, foxi! Csak most megint, most honnan tudjam, hogy a csika az bemente a kisfiú mellé? Na most kimes meg kinevet... Most nagyon kinevet a... Most nem szabad lámpázni. Ugye? Maszkot is kell venni a kisfiú ellen? Meg fog baszni már? Ne már! Hagyj már végén! Ne már! Mi olyan vicces, hülye gyerek? Hagyj már be! Kedves egészségedre! Igen. Há, én vagyok a Freddy! Ott megyek, én vagyok az! Úd, azt a mindenségit! Én vagyok a... Ott megyek! Ott ilyen vérek vannak! Ő bizony! Ott van a számítógép! Oda megyek! Nagyon jó! Ez az, Freddy, jó csinálod! Ott vég... Ő biz... De várja, ott elkap a kér, zombi! Hát én vagyok a Maci, miért bánt? Ő! Ott a lila ember, az hogyan megpróbálták? Ott ilyen fekete ember is van. Ott meg ilyen ocsortány... Az a Foxy, meg a Csika van ott, meg a... Bonnie, meg a... Valaki más is van. Ő. Így szállják meg a szellemek a robotokat. Ott megy a ninja szellem. Az teszi bele a gonoszságot a Maciba. Ott megy, nézd meg milyen gonoszul megy ott a ninja szellem. Ott, várjál, ott a medve László, várj. Akkor én ki vagyok én? Ő bizony, ő volt az, mondja is a sztorit, hogy ő volt az a gyilkos. Ott egy ajándék. Jaj, de jó, nagyon szeretem a meglepetést. Én leszek az ajándék. Nem lehetek én az ajándék. A Purple Guy meg... Hát minden világos. Hát persze. Hát most ez megmagy... Mindent értek. Hát így most már... Világos. Értitek, hogy miről szól a játék? Minden elhangzott. Amit tudnunk kellett, az ott volt. Így van. Hát én értem. Így van. Pontosan. Na,
Most a kisfiút mondjátok már el, hogy most ha a kisfiú a szellőzőben van, akkor föl kell vegyem a maszkot? Igen. Köszönöm szépen, Miami. Ő. Azt tudom mondani, erre ő. Nem ő, ő. Ő. Érted? Tudjátok, hogy van ez. Én ő. Én te ő. Miti ők, stb. Józsefváros. Szia, Foxy. Nagyon aktív ez a Foxy, ez azt kell, hogy mondjam, hogy nem hajlandó leakadni róla. Ez sokat jelent neki a barátságunk. Ez azért bebizonyosodott itt a idők, évek alatt. Egy valódi rajongó ez a Foxy. Nekem Foxy a kedvenc animatronom. Nekem ő a kedvencem amúgy. Ővele tudok a legjobban azonosulni. Szia, Foxy. Lát, csak emlegetnem kellett. Hát szeretjük egymást ővele, rokon lelkek vagyunk. Én furi vagyok, igen. Furi. Hát sokan mondják, hogy én ilyen furi vagyok, igen. És Foxy ilyen felszolgáló robot? Ő így hoz nekem sört? Megint Darth Vader van. Szia, Foxy. Hogy ők ilyen felszolgáló robotok, nem? Hát, hogy ők hoznak sört, meg mind, amit akarsz. Ezt a limonádét felszolgálja, abban a pillanatban megrendelik. Foxy, most már sok lesz, tehát most már az asszony féltékeny lesz. Menjél már innen el a picsába. Na, elnézést kívánok, hogy ilyen... Most megint elindultak a robotok. Ott a Maci, a Nyuszi Maci. Jönni akar, az ánuszon akar pörrenteni egy nagy öleléssel. Ja, nyugi, speed, I am speed. Szia, Foxy. Foxyval már jóba vagyunk, ő már nem, így nem jelent fenyegetést, meg ő így már szeretjük egymást, meg mi, amit akartok. De most mi van Foxy Darth Vader hang? Jaj, elment az összes ilyen izé. Szia, Foxy. Menjél már! Foxy, mikor voltál utoljára nyaralni, de komolyan? Hát menjél már el! Dö. Hát ő velem akar menni nyaralni, igen. A vér kötelezje, hogy én is egy vén róka vagyok? Erre akartok utalni? Köszönöm szépen. Aranyosak vagytok.
Gyors voltam! Ilyen gyors utoljára akkor voltam, amikor 16 évesen először ért hozzám lány. Na azért mondom, hát figyeltem. Szia, Foxy! Amúgy tetszik a játék, mert sok mindenre kell figyelni, és nekem amúgy is bajom van azzal, hogy több fele figyeljek, úgyhogy egyébként tök jó. Sokkal jobban tetszik a játék, mint ahogy láttatni engedem. Amúgy az nem tetszik a kettőbe, ahogy a flashlight energiáját mutatja. Szerintem így sokkal izgalmasabb volt, hogy 100%-ot írt, nem? Úgy pontosan tudtad, hogy mennyire állsz szopásra. Most Foxy remélem nem ugrik rám, mert meglámpáztam kőkeményen. Gyors voltam, speed volt! Speed volt, gyorsaság volt! Esport! Nyulambulam. Háj! Ott volt a fiú, maszkot kell venni, azt mondtátok. Jó, elment. Szia, Foxy! Már nyitva van a szája a Foxynak már. Akart tőlem valamit! Már mutatta, hogy így most, ne szali, már végez! Megint ott látjuk, ott a csika, a toy csika. De amúgy milyen szomorú ott a Freddy. Amúgy ott a Bonnie, a Maci Bonnie. De arról szól a kettő, hogy leselejtezték a régi játékokat. Ez tök szomorú. Ez arról szól a második rész, hogy tönkretették a barátaimat az elsőből. Hát ez tök depis. Kettő az egy előtt játszódik? Hát akkor még nem építették meg. Na halló! Mondjad! Hello! Hey there, night four! I told you to get the hang of it. Okay, so just to update you, there's been somewhat of an investigation going on. We may end up having to close for a few days, I don't know. Nyomozás? Milyen nyomozás zajlik? Just a precaution. Fazbear Entertainment denies any wrongdoing. These things happen sometimes. Yeah, Foxy. It'll all get sorted out in a few days. Just keep an eye on things and I'll keep you posted. Just as a side note though, try to avoid eye contact with any of the animatronics side if you can. Someone may have tampered with their facial recognition systems, we're not sure. But the characters have been acting very unusual, almost aggressive towards the staff. They interact with the kids just fine, but when they encounter an adult, they just... Most amúgy a maszkot mondja el a telefonos, nem értem miért most. Várjál, hát tönkre ment a kamera. Most azt mondta el a telefonálós bácsi itt a negyedik éjszakára, hogy használjam a maszkot, mert nem ismerik föl az arcokat. Szia, Foxy! Foxy, nem akarsz eltakarodni?
De mi, Foxy most is stoppol folyamatosan? Hát nincs nálam apró tesó. Kezdem azt hinni, hogy Foxy nem is a barátom, hanem pénzt akar. Jaj, ott volt a mangel! Az a ma... a paper... nem, a mangel! A mangel volt, lá, ott jobb oldalt, ott benézett a mangel. Szia, Foxy, menjél már a picsába, Foxy, komolyan! Most föntről néz a mangel, most vegyem föl a kell a mangelhez itt a izé. Vagy csak a szellőzőből támad a mangel. Szellőző only a mangel, vagy középről is meg tud mangelezni. Jó, hát ezt beszoktuk most, ez nem voltam elég gyors valószínűleg. Igen, ezt éreztem, ére nem gondoltam rá, itt a mangel, itt elterelt a mangel. Az anyádat. Középről is tud. Jó van. Pedig már pont kezdtem ráérezni, itt papet, mangel, izé, régi robot, maszk. De milyen szó? Mangel még közlekedik a plafonon? Kitiltották őt a padlóról? Vagy nincsen neki lába a mangelnek? Vagy kibántotta a mangelt? Láva. Ja, azt játssza, hogy floor is láva. Aha. Azt játssza, hogy floor is láva. Így már minden világos. Mondom neki majd, hogy ő... azt értik. Sose vagyok benne biztos, hogy hányszor kell rávillogni Foxyra, az nagyon idegesít. Pláne amikor így itt marad. A lore szerint a gyerekek mindig szétszették, szegény mangel. Ott van, nézd meg, emlegetni kellett. Foxy, vidd már a csajoddal együtt, húzzál már el a picsába. Most nem tudom, hogy középről most megtámad-e a mangel, vagy most vegyem föl a maszkot, vagy... Szia, Foxy. Jó, hogy belerakták ezt a music boxot amúgy a játékba, abból a szempontból, hogy kötelező vagy nézni a kamerát. Jaj, a mangel ott volt alul! Lehet, hogy nem jó egyébként, erre gondoltatok, hogy a mangel meg a Foxy házasságában problémák vannak, és azért jönnek ide hozzám. Várja, gyerek volt. A melyik? A pupet boly, az a pupet? Meg a pupet. És akkor hogy hívják a... ja nem, az a ballonos gyereknek hívták. Ja, igen. A pupet az ebbe van, az a ballonos ballonboy, igen. Ballondor, az az aranylabdás gyerek. Foxy, menjél már el innen, hát komolyan, hagyjál békén. Hát
a Mangel. A Mangel az a Foxynak a felesége, a Mangel. És ilyen házassági tanácsadásért járnak hozzám ilyen korepetálásra. Egyébként, kevesen tudják. Jaj, ott meg is jelent az egyik hirtelen, úgy megtetszettem neki. Elfelejtettem a maszkot, úgyhogy szerencse, hogy nem spónolt be. Szia, Foxy. De hogy? Hát a teker nem kellett a izé, a pupetet! Az be... Jó van már! Hát most a izé beszpónol közben a csika-csika-wá-wá, miközben tekernem kell a pupeted. Hát nem az, hogy lassú, hanem menni akartam tekerni, érted? Egyet kellett volna tekerni, az közben spónolt be, miközben én mentem tekerni. Hát most te se szereted, ha tekerés közben megzavarnak. Hát bejött a McNuggets, megint a semmiből. Az a McNuggets, az kétszer jelent meg eddig a semmiből, azt elpszta az egészet, mikor jó voltam. A fogászatra meg nem megy el egyik se. Ha jön Mangel, meg Shadow Mangel, meg Shadow Foxy, meg Toy Foxy, meg itt izé. Ilyen megőrülök, bazd meg. Na, még egy. Még egy. Sose várd meg, amíg elkezd villogni a felkiáltójá. Hát megyek én oda, csak... Jött a izé, Csika, Mangel, hát nem akartam megvárni, míg villog, csak itt jött a geng. Hálátlan egy banda este. Umernek érzed magad, Ninim? Hát te, nem tudom, miről beszélsz. Hát én itt elmondok neked mindent. Nem kell boomernek lenni, hát itt mindenki, aki látja ezt az adást, látja rajtam is. Egyáltalán nem boomerkedem a FNAF-ba. Üldözöm a Foxyt, meg a Mangel... Egy Mangel counter kellene majd így. Tudom, hogy egyidősek vagyunk, ironikusan értettem. Yeah. Ha legyen már meg. Music box is egyre gyorsabban merül. Nagyon jó. Tekerem. Milyen music box az amúgy, amit itt távolról lehet betekerni? A kamerára van csatlakoztatva a music box, vagy hogy? Hát hogy tekered be a zenedobozt kamerá? Ott a Mangel. Majd mindjárt bejön ide hozzám. Na most meg mindjárt bemegy a Mangel a szellőzőbe, nézd meg, már jött az ura! Amúgy a Foxy a Mangelt keresi, mindig utána jelenik meg. Csak mondom, hogy elszökött az asszony otthonról, azt jön utána, hogy hol van a Mangel. Azt rajtam keresi amúgy, a pofám leszakad. Lehet, hogy nem is barátkozik a Foxy, hanem csak rám féltékeny. Jön ide, hogy eltűnt a Brade, eltűnt a Mangel, így jön, mint a győzike külföldön. Elveszett a Mangel. Azt tőlem kérdezi, hogy hol van a Mangel. Mangel nem lány. Hát jó, hogy 2023-ban olyan a Mangel, ami ennek akar lenni. Ott volt a Mangel. My name is Mangel. Eltűnt. Így, ahogy mondjátok. Mondja neki, hogy my name is Mangel, eltűnt a Mangel. Takarodj már, Foxy! Nincs itt a Mangel. A
Lehet, hogy már nem házasok, hogy a Mangel itt rám akar mászni állandóan. Hello, Mangel. Jött, ment a Mangel, az pikpak. Köszöngetnek rám itt kisfiúk is. Na, megint mászik be a Mangel. Szia, Foxy! Nincs itt a Mangel, menjél! Nincsen itt senki, nincs Mangel, nincs Csika. Jaj, ott a Mangel! Elment a Mangel, azt megjött a medve a Mangel helyett, aki nyúl. Szia, Foxy! Ott van a Mangel a plafonon, most jó helyen vagy! De most hogy a töltés közben jött rám? Most kidobott a kamerából! De most ilyen van, hogy kidob a kamerából? Eddig csak a kamera után jött. Most elkezdtem csavarni a kamerát, és nem számítottam rá. Mindig kidob, ha jön. Nem, eddig én léptem ki a kamerából. Igen, le tudják húzni a kamerát. Nekem eddig úgy volt, hogy mindig nyugodtan visszacsavartam, és amikor kiléptem a kamerából, akkor készültem, hogy azonnal felhúzzam. Hát hogy legyen arra reakcióidőm, hogy lehúzza a kamerát? Hát mi vagyok én? Hát beléptem a kamerába, hogy töltsem egy kicsit a zenedobozt, az pont az egér a képernyő másik végibe volt. Hát mi vagyok én, a Flash? Vagy a Timothy Chalamet? Vagy ki vagyok én, hogy meg... A pofám leszakadt, pedig már 4-5 óra volt. Oh, itt Fittipaldi. Na jó van, Fittipaldi. Hát akkor innen fogjuk folytatni. 2 éjszakát még meg kell csinálni a 2-be, a 4-est meg az 5-öst. Meg majd ott is, ha van bónusz, ránézünk, de... Vagy majd mondjátok, hogy ott érdemes-e megcsinálni. Amúgy tök érdekes. Nagyon-nagyon tetszik a 2. Egyébként egyedül a flashlightnak a jelzése nem tetszik, amúgy nagyon-nagyon tetszik. Csak tök fura, mert könnyebbnek tűnik amúgy. Tehát könnyebbnek tűnik a 2, de amúgy mégiscsak gyorsabban haladtam az 1-be, mert az 1-be gyorsan elértünk az utolsó estére, és ott szenvedtem egy csomót. Amúgy könnyebbnek tűnik, de hogy amúgy nem az. Mert sokkal többet rontom el. De az 1-nek ráéreztem az elején, és akkor ott az utolsó estével szenvedtünk. De tetszik, csak így meglepő, mert amúgy nem tűnik fejben olyan bonyolultnak a 2, de mégiscsak többször elrontom. Úgyhogy mégiscsak nehezem. Na jó, srácok, remélem, hogy tetszett, jó volt? Még nincsen elegetek a Boomer Béla Ordibál című előadásból? De most már kihívás, meg akarom csinálni, úgyhogy jövő héten folytatjuk. Nyomjuk tovább a 2-t, és hogyha időbe végzünk, akkor 3. Bár úgy érzem, hogy a 2 az még lehet, hogy ki fogja tenni a következő streamet is. Így, hogyha ilyen tempóba haladok vele. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy milyen tempóba haladok vele, de igyekszem. Örülök, hogyha ti is élveztétek. Nike, Panka, Skorlág, Szájba Tekert, Csoki Fagyi, köszönöm szépen. Shinra Tensei, Hunter Cry, neked is nagyon-nagyon köszi. Scout, Rolika, köszi a feliratkozásokat mindannyiótoknak, hogy itt voltatok. Remélem, jól éreztétek egymást. Megy ki a Lies of P VOD második része a gaming csatornára, azt még ma lehet nézni. Ha nem láttátok az elsőt, érdemes megnézni, tök jó lett az a játék. Holnap pedig, ha már ilyen jó lett, akkor Lies of P egész nap. Annyi, hogy holnap 9:30-tól jövök, és nem tudom, hozok be valami gyümölcsöt vagy gyorskaját, és 3:30-ig fogom nyomni. Tehát holnap nem lesz délelőtti meg délutáni stream, mert... Mi van holnap? Szülői értekezlet van, odafigyeljé. Szülői...
Jaj, most tudom, most a FNAF-ot sokan nézitek, fiatalok is, és röhögtök, hogy mi van Nessai szülői? Ugyanígy fogjátok érezni magatokat. Majd amikor eljöttek ebbe, vagy... Én? Tehát nekem a szülői azt jelenti, hogy el kell bújni egy órára. Tehát túl automatikus pavlovi lev, valaki kimondja, hogy szülői, az azt jelenti, hogy jó, akkor nekem el kell bújni valahova, vagy el kell menni otthonról. De hát bazd meg, hülye vagyok, hát én vagyok. Na mindegy, szóval arra akartam kiukadni, hogy hol a feleség. A feleségem megy szülőire, de hát nekem meg a gyerekre kell vigyázni. Úgyhogy holnap 3:30-ig van stream, reggeltől nyomjuk 3:30-ig, de hogy így késő délután nem tudok lenni. Úgyhogy, ja, holnap 9:30-től szünet nélkül nyomjuk, ilyen 3:30-ig, és aztán húzok apáskodni. Jó? Úgyhogy ez a holnapi terv, úgyhogy holnap, aki későn szokott beesni, ne lepődjön meg, hogy már nem leszek itt ilyen 3:30-4 óra fele. Ja, ennyi. Szóval, ja, nem én nem megyek be szülőire, hát ott kőkövön nem van, ez nem, az persze, hogy én ott hallgassam a izé Karent, hogy szerintem a gyerekeknek az kéne sem. Tudjátok, mik az mindenkinek jobb, hogyha nem én megyek szülőire, én vigyázok a gyerekre. Mama megy szülőire, anya megy szülőire, az jobb az, hogy én ott... Nem. Jó? Na, jó, úgyhogy holnap jövök 9:30-kor, srácok, aki tud jönni, jöjjön. Vodok kerülnek majd föl, természetesen meg minden. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, mindenkinek jó pihenést, bulizást, munkát, tanulást, játszást délutánra. Azt találkozunk legközelebb. Szevasztok, srácok!